szép napot a Futsal Hungary TV nézőinek. Ferencváros Debrecen mérkőzést fogunk végignézni, és hát az nagyon úgy alakult, mint hogyha Shakespeare vagy Andersen írta volna meg a forgatókönyvet. Mielőtt viszont rátérünk arra, hogy mi is lesz majd a mérkőzésen, köszöntöm a szakkommentátort, Varga Adélt. Szia! Szia, üdvözlök én is mindenkit, aki otthonról nézi a mérkőzést. Na hát egyelőre egymást nagyon nem halljuk, de majd reméljük, hogy közben egy kicsit jobbá alakul ez a helyzet, de hát a fradi szurkolóknak megfelelően és a hazai pályának megfelelően nagy a hangzavar egyelőre. Előtte, mielőtt viszont elkezdődik a mérkőzés, nézzük meg a kereteket, kezdjük a vendégekkel, a Debreceni Egyetem csapatával. Tóth Renáta, Horváth Petra, Üveges Katalin, Tóth Nóra és Horváth Viktória lesz majd a kezdőben, mellettük a cserepadon Fekete Gabriel, Lapócsik Lívia, Urai Bianca, Böröcke Szilvia, Fekisházi Eszter, Cégén Zsuzsánna és Bornemisza Barbara foglal majd helyet. A hazai csapatban, a Ferencvárosban pedig majd Móci kezd a kapuban. Előtte Gruber, Brigitta, Horváth, Ruzsina, Kókány, Regina és Kovács Szilvia lesz a kezdőben. A cserepadon pedig Králik Fanni, Pavlik, Júlia, Bognár, Enikő, Haraszti Fanni, Réka, Nyéki, Anna, Kerekes Eszer, Julianna, Balázs, Eszter és Bernhard Bernadett lesz a cserepadon. A két csapatkapitány Kókány, Regina és Üveges Katalin. Lassacskán rá is kanyarodunk majd a mérkőzésre, amiért azért vezettem úgy föl, mint hogyha Andersen vagy Shakespeare írta volna meg, mert nagyon úgy tűnik, hogy a legutolsó mérkőzésen fog eldőlni majd, hogy kijuthat föl az NB1-be, az NB2 női futszál felsőházból. A jó hír az, hogy ahogy látom, nem csak a fradi szurkolók kezdtek bele nagyon, hanem a vendégeknek is. Itt vannak a drukkerei, aminek különösképpen lehet majd fontossága, mert hogy a fradi a tegnapi napon, a fradi keretének a nagyja egy sorsdöntő mérkőzést vívott nagy pályán a Kelen mezében, ahol följutottak az NB1-be. Mit gondolsz, Adél, ez a fáradtság inkább majd hátráltatja őket, vagy inkább plusz motivációt adhat az, hogy sikerült azt a mérkőzést megnyerni és feljutni? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen plusz motivációt fog adni ez a lányoknak. Hát szerintem ez egy abszolút három esélyes meccs, úgyhogy én nagyon vártam már, kíváncsi vagyok a végére. Az biztos, hogy három esélyes, már csak azért is, mert hogy a legutóbbi találkozásukon. Közben már a fradi nagyon támad. És nem sikerül kivédekezni, és rögtön egy góllal kezd a Ferencváros! Kókány az, aki megszerzi az első gólt. 1-0 a fradinak 50 másodperc elteltével. Komoly védelmi hiba a Debrecen oldalán, és a fradi vezet 1-0-ra. Debreceni egymásba futott gyakorlatilag, és szegények nem tudtak mit csinálni, így Kókánynak egyértelmű zicsere volt. Közben cserélnek a fradis lányok, Kókány a gólszerző is lejött. Ment a pályán például Kerekes, akinél előbb volt a labda. De Haraszti is bejött, aki ballábas. De már Üveges rohanhat előre felé, és az egy nagyon szép lövés volt, és gól! Egyenlít a Deac, a 21-es messzámban játszó Horváth Viktória révén, aki Üveges kipattanóját lőtte be a hosszú fölsőbe. 5 perc sem telt el, és már is 2 gólt láthattunk. A Deac fölébredt. Ugyanúgy, ahogy a fradi tábor is az egyenlítő gólt követően. Mit tud csinálni ilyenkor egy kapus, amikor ennyire pattanós a labda és a szélről jön befelé? Mi a legjobb megoldás, hogy ne az ellenfél elé pattanjon? Hát igazából ilyenkor a lényeg az, hogy próbálja valamelyik irányba kifelé ütni, vagy a középre beüti, ugye ott érkeznek a játékosok. Hoppá, viszont közben gól, miközben mi a kapusokról beszélünk, a Debrecen fordít.
Hát ez bizony a semmiből jött. Horváth Viktória az, aki megszerzi a második gólját is ezen a mérkőzésen. Előbb egy kipattanóból, most pedig egyéni megoldást követően. A Fradi akármilyen jól kezdett, most már hátrányban van. Üveges lép vissza, de ő jöhet. És megint az elkapkodott berúgás, ahonnan már a Fradi jöhet befelé. Üveget csinálja meg a cselt. Vihetik előre 3-2-ben. Távoli lövés volt. Talán nem feltétlen a legjobb megoldás. Igen, inkább passzolnia kellett volna. Itt hosszú mit jött a társa. És közben már jön is a Fradi egyenlítése. Rögtön a kontrába érkezett Bernhard Bernadett, aki a sokadik helyzetét váltotta végül gólra. 2 perccel a vége előtt, 2-2. Gólszerző pedig itt jön is le, és Kukány érkezik fejette. Ez egy villámgyors kontra volt. És megint ez a szimplán visszatett szöglet. Horváth. Ja, szélre. És az egy nagyon szerencsés gól! De gól, mit sem számít az, hogy szerencsés. Ugrai az, aki megszerzi a harmadik gólját a Debrecennek. A második félidőt kezdték jobban. Érdekes kis jelenet sor volt, megpróbáltak belenyúlni a középretett labdába, és gyakorlatilag ebből pattant be. Egy perccel ezelőtt állt be körülbelül, Cégénynek megint visszatették lövésre, de megint beleálltak, és ebből most nincsen kipattanó sem. Králik tette volna át a másik oldalra. Bor nem visszakapja meg, onnan lehet lőni, visszateszi középre. Ó! Mekkora gólt lőtt, urai! Ez egy gyönyörű gól volt. Az előzőt is ő szerezte, de hát ez egy kicsit szerencsésebb megoldás volt. Ez viszont pazar. Csel után így kilőni a fölsőt, minden elismerésem. 2-4 a Debrecennek, 2-vel mennek, és 13 perc van hátra a mérkőzésből. Fekete Gabriella csinálta meg ezt nagyon szépen. Cégénnyel most elég stabilak hátul ők ketten. És jön le a Fradinak a kapusa. Megkülönböztetőben most 20-as mezben láthattuk Kovács Szilviát. Kirohant is lefelé, és közben Múcik rohan vissza. Kókány. Igen, ez egy jó lehetőség lehet a Fradinak, ez az 5-4-es játék, csak kicsit többet kéne passzolni, és jobban kijátszani. És ahogy ellövik a labdát, egyből vissza kéne támadni, mert ugye most a kapus felállt volna, és mondjuk kapura rúgja, ugye még a kapusa volt, ott senki nem támadta, nyugodtan belőhette volna. Balázs át a másik oldalra, Kovács. Bognár. Balázs. Megszerzik a labdát, Ugrai! Ugrai triplázik, kint egy laza mester hármast, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a mérkőzés eldőlt. Igen. Soha nem mondott, soha nyilvánvalóan, de hát ez 3 gólos hátrány, és 7 perc van hátra. Kicsit gyorsabban kéne járatni a labdát. Kukány! Üveges védekezett remekül. Igen, és itt is van a 10 méteres. Ha meghallgatták a szavaidat. Igen. Még hogyha ez nem is okvetlenül volt egy szimpla 1-1, ettől függetlenül a 6. szabálytalanságot követően jöhet a kisbüntető. Kókány lesz majd az, aki elvégzi ezt.
hogy tudja kezelni vajon a nyomást Kókány. A nézőtéről jön a kimarad, és hát ezen rengeteg múlhat. Ha belövi, akkor kapaszkodhat még a Fradi, hogyha nem, akkor el fognak esni, és kimarad! És akkor azt hiszem ebben a pillanatban ki is lehet jelenteni azt, hogy itt, hogyha valami csoda nem történik, Tóth lesz a meccs embere. Az biztos. Nagyon-nagyon jó formában véd. Kókány szerzi vissza. Ráfordultunk az utolsó két percre. Kettő perc választja el csupán a Debreceni Egyetem csapatát attól, hogy följusson az NB1-be. Ó! Haraszti lőtte be szintén a hosszú felsőbe. A fradisták pedig fülsüketítő zajt generálnak. 1.52 van hátra, 3-5. Közben a debreceni edző is beleér már. Bognár, Kókány lépett volna be középre, Ugrai, az mellé fog menni, de hát ő ezt most mit érdekli? A lényeg az, hogy nincsen a saját kapuja előtt a labda. Ugrai, és akkor Kovácsé volt az utolsó érintés, a debreceniek pedig előzölnék a pályát, mert hogy 3-50 megnyerik a kvázi NB2-es bajnoki döntőt a Ferencváros ellen, 3-5 arányban mondom még egyszer, és ezzel feljutottak a jövő évben az NB1-es mezőnybe. Parás kis meccs volt, és nem csak a hangulatra értve, hanem azért a végén bőven volt izgalom. És attól függetlenül, hogy egy szinten van a két csapat, az a három gólos előny azért egy kicsit váratlan volt a második fél időben. Igen, igen. Hát talán kicsit elfáradt a Fradi, hiszen tegnap nekik volt egy másik fontos meccsük. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon szépen játszottak, csak tényleg a végén mindig elrontották a helyzeteket, és hát a Debrecen kapusán ma nem igazán lehetett túljárni, úgyhogy... Az biztos. Nem hiszem, hogy választanak MVP-t a mai napon, de hogyha lehet ilyet a kommentátor állásból, akkor én abszolút megválasztanám a Debrecen kapusát, Tóth Renátát. Stát volt, Köncsei Zsolt, Nóra Ákos,
Ferencváros csapatkapitánynak, Kókány Reginának.